Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Megszűnt a kötelező maszkviselés, csak a kórházakban és szociális intézményekben kell szombattól viselni. Szent Iván nap, koszorúfonással egybekötött táncházat tartottak a faluházban. Elevenek Sport Egyesület nyári úszó és sporttábort tartottak Budakalászon. Megszűnt a kötelező maszkviselés az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, azt már csak a kórházakban és szociális intézményekben kell majd viselni. Szombattól már védettségi igazolvány nélkül is be lehet menni a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előre váltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra. Megszűnnek az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozások, a távolságtartási szabály és már nem lesz négyzetméter alapú létszámkorlát sem. A családi események, magárendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik. Sportrendezvények, a zenés táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás, és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken. Az egyetemek és a főiskolák is készülhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására. Szent Iván napi koszorúfonást és táncházat tartottak a szerbek július 2-án a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A program a Rozmarin táncegyüttes szervezésében jött létre. A rendezvényen fellépett a Rozmarin Folk Stars zenekar. A nyári napforduló egyik kiemelkedő ünnepe Szent Iván napja, melyet a szerbek a katolikus szokáshoz képest 13 nappal később ünnepelnek. Ilyenkor az asszonyok koszorút fonnak, amely megvéd a villámcsapástól, a rontó erőktől, a szellemektől és más bajoktól. Minden évben a szerb asszonyok, de férfiak is ugyanúgy leszedik ezt a tejoltó galaj nevű sárga virágot, és egy koszorút fonnak belőle, nem csak a házra tették ezt ki, hanem a disznóra, a kerítésre, mert azt tartották, hogy a rossztól, a bajtól és az ártó szellemektől megóvja az ingatlant ez a koszorú. Igazándiból ez nem olyan, mint a száraz virág, hogy szép sárga marad, és egész évben szép, mert ez pár nap múlva elhervad, és egy barna hervat koszorú lesz belőle, de mégis ott van és jelzésértékű, és tulajdonképpen onnan lehet tudni, hogy ott egy szerb család lakik, hogy biztos, hogy a kapujukon van egy ilyen koszorú. A Rozmarin táncegyüttes már 10 éve szervezi meg a programot, melynek 2015 óta Budakalász ad otthont. A pandémia után sokan ellátogattak a rendezvényre, így még többen megismerkedhettek a tradíciókkal. A célunk az, hogy ezeket a szerb hagyományokat megismertessük, nem csak a magyarokkal, katolikusokkal, más nemzetiségekkel, hanem már nagy örömömre szolgál, hogy vannak itt olyan szerbek is, akik már nagymamájukat látták, hogy csináltak ilyen koszorút, de ők már ugye a szüleiktől sem, meg ők sem, és most eljöttek, mert tudják, hogy itt újra meg tudják tanulni, hogy hogy kell készíteni, tehát hogy így él tovább ez a hagyomány. Nagyon sokunknak itt vannak a gyerekei is, tehát a gyerekek tőlünk tanulják meg. Együtt szedjük a virágokat, mivel hogy nagy mennyiség kell, mert sok embert várunk. Körbe szoktuk járni itt a környékbeli mezőket, és idén Ürölm és Budakalász határán szedtük egy nagy mezőn, találtunk annyi virágot, hogy meg tudtuk volna szedni. Kimegyünk 10-15-en, és körülbelül egy másfél óra alatt szedjük meg azt a mennyiséget, amennyi. Hát remélem, hogy elég lesz ennyi embernek. Sokan tanulják, és akkor nyilván több is vész kárba, de amennyi jut, annyi jut. A programon nem csak az új koszorúkat készítették el, a szokásokhoz híven a régiek is előkerültek. Ez is hagyomány, hogy az előző évi koszorút azt tűzre kell vetni, és ezzel is előzni a további ártó szellemeket, úgyhogy ezt is majd szertartásosan, amint egy kicsit beáll a sötétség, itt a tűzrakóhelyen fogunk rakni egy kis tüzet, és rá fogjuk dobni. Mindenki elhozta tavaly készített koszorúját, és azt rá fogjuk dobni. Egy kicsit csendbe leszünk, kicsit emlékezünk az elhunytakról, azokról, akik esetleg korábbi években velünk voltak, és most már nincsenek itt, vannak idős tagok is, akik segítették a munkánkat, és sajnos már elhunytak, nincsenek itt, rájuk szoktunk ilyenkor emlékezni. Meg egy kicsit magunkba szállunk, és elgondolkozunk az életünkön, ez egy ilyen nagyon megható pillanat szokott lenni. Az estén a Rozmarin táncegyüttes állandó kísérője,
a Rosmarin Folk Stars húzta a talpalávalót. A táncosok és a zenekar még többször fellép a nyáron Budakalászon és környékén is. Nagyon sok felkérésünk van, úgyhogy most kicsit így bajba is vagyunk, mert szinte minden hétvégére jutna, de mivel amatőr együttes vagyunk, ezért természetesen a családtól nem tudunk minden hétvégén távol lenni. Magyar Bolyba van felkérésünk, most a következő a Kalászív Igazságok, ami idei első fellépésünk, és hosszú idő után az első, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy újra színpadra állhatunk, és nagyon készülünk. Megyünk majd Harkányban, Vértessomjóra van felkérésünk, van táncház sorozatra elnyert pályázatunk, úgyhogy ez most az első tulajdonképpen, és még három táncházat szeretnénk itt Budakalászon tartani. És Csobánkán lesz a templomnak búcsúja, ott is fellépünk, Budakalásznak is, a szerb templom búcsúján ott is fellépünk, úgyhogy most hirtelen nem is tudom, hogy több nem jut az eszembe, de sok helyre várnak minket, és mi nagyon nagy örömmel megyünk. Ezt a hagyományos Ivánszko cvétje nevű virágból készülő koszorút készítjük minden évben ilyenkor. Ezt hagyomány szerint a kapura kell kitenni, a háznak az ajtajára, disznóra, meg hasonló helyekre. Ez a gonosztól védte meg a szerb portákat annak idején, és még most is. Hagyományos környékünkbeli szerb zenékkel készülünk, illetve most kihasználjuk az alkalmat, hogy mindenki dolgozik, ezért zenekari számot próbáltunk a jövő heti fellépésünkre. De hogyha kész vannak a koszorúk, után a tánczenét fogunk játszani, mert lassan fáznak az emberek, és táncázat is hirdettünk mára. A zenekar életét is megnehezített az elmúlt időszak. A járvány miatt csak nemrég kezdhették meg újra a közös munkát. Hónapokig nem próbáltunk, nem volt hol, meg ugye nem volt rá mód, és tavasszal kezdtünk el újra próbálni. Újra megismerkedtünk a hangszerekkel, melyik az eleje, hol kell fogni. Gyakorlatilag nulláról kezdtünk mindent. Először a táncosok koreográfiáit ismételtük át, utána a tánczenei anyagot, és a végére maradt sajnos a zenekari blokkok, azért is gyakorlunk most is ezekkel. A zenekar próbált magának önként, amit tudott otthon gyakorolni. Dudálni lehet otthon, szólóhangszerek tényleg mennek, a kísérőhangszeresek gondban vannak, de hát az hamarabb is visszajön, mint a szólistának a kezébe a dallamok. Budakalászon összetartanak a nemzetiségek, a közösségek gyakran látogatják egymás rendezvényeit. A múlt hét pénteki eseményre az Ápen Róze Tánc Együttes tagjai is meghívást kaptak. Nagyon örültünk neki, én még sose voltam ilyenen, úgyhogy hát csodálkozással nézem az egészet, és még sose mondtam koszorúcs. Hogy sikerül? Hát nem igazából. Nem igazából. De az is szép, az én koszorom, nem? Az ivánnapi koszorú fonásról és táncházról bővebb összefoglalót láthatnak pénteken 19 óra 20 perctől Kultúrcseppek című magazin műsorunkban. Budakalászon táborozhattak a gyerekek az Elevenek sportegyesülettel. A nyári úszó és sporttábort az aktuális járványügyi helyzettől függően minden szabályt betartva és betartatva szervezik és tartják meg. A gyerekeknek az úszás mellett evezéssel, motorcsónakázással és csapatjátékokkal teszik még felejthetetlenebbé a nyári időszakot.
Napközis és ottalvós tábort is szervez és szervezett az Elevenek Sportegyesület a Budakalászi Főtáv Sportegyesület víztelepére. Múlt héten a budakalászi programra látogatott testtábunk. Az első alkalom június 21-én kezdődött, az utolsó tábor augusztus 20-án ér véget. A második héten vagyunk lassan túl, hiszen pénteki napot írunk. Akkor kezdtük, az előző héten kezdtük el, az napközis táborunk volt, a mostani, ahol most ti is itt vagytok nálunk, egy napközis és ott alvós, tehát ugye vegyes mixet csinálunk, és ha minden igaz, akkor augusztus 20-ig szinte non-stop, valamilyen helyszínen, valamelyik városban, valamilyen vízparton megtalálhatóak vagyunk. Ugye most Budakalászon vagyunk, a budakalászi főtávnak a vízisporttelepén vagyunk, itt igen sok lehetőségünk van, hogy megmozgassuk a törpéket. Tulajdonképpen 3,5-4 éves kortól 17 éves korig vannak így gyerkőcök most nálunk. Egy része itt is alszik, a hátam mögött talán lehet is látni, ilyen kőházakban tudjuk elszállásolni őket, valamint sátor lehetőségük is van. A többiek pedig napközis táborba jönnek hozzánk, ők reggel 8 órakor érkeznek, és délután 16 órakor távoznak. Számtalan élménnyel gazdagodtak a gyerekek, hiszen a sportolás mellett rengeteget játszottak, eveztek, motorcsónakoztak, így kellemesen elfáradtak a tábor utolsó napjára. Péntek van, valaki már várja, hogy mehessen haza, valaki nem szeretne hazamenni. Az arcokon is lehet látni ezt igazából. Picikét talán inkább azt mondanám, hogyha egy körbenézek, hogy a fáradtságot látom az arcokon, az egész héten nálunk voltak. Egész héten sportoltak, és azért most már elfáradtak egyébként ilyen szempontból. Lehetősége is sok volt, mert a Dunaparton vagyunk, ugye, motorcsónak, csónakázási lehetőség, evezés, ugye mindenféleképpen. Van egy saját kis medencénk is, ugye ott is tudtunk dolgozni, és ha időjárás éppen nem volt annyira kegyes nekünk, akkor a vizes 8-ast használtuk, mint úszodát 20-as szempontjából. Úgyhogy ugye tábortüzet raktunk, meg minden más, meg játszottunk szemháború, kommandó, meg motorcsónakoztunk is, és igazából nagyon sokat játszottunk. Az Elevenek Sport Egyesülete az úszó és sporttáborba várja azokat a jelentkezőket is, akik egyáltalán nem tudnak még úszni. A turnus alatt nem csak a vízi sportokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, de kipróbálhatják magukat több sportágban is. A szülők ugyanezt szokták érezni, hogy van egy 6 éves gyermekem, de nem tud úszni, hál' Istennek. Nincs még elrontva. Illetve kezdve a legjobb alapot kapjuk meg, úgyhogy igazából nincs jelentősége, hogy milyen szinten tudsz úszni, vagy nem tudsz úszni, és hogy hány éves, vagy nem hány éves. Ez a mi részünk lesz, hogy megtanítsuk számukra az úszás lehetőségét, és biztosítjuk azt a minőségi munkát, amit el lehet végezni velük. Igazából nekem jobb, hogyha kevésbé tudnak úszni, mert akkor tényleg komolyabban tudok dolgozni velük, de valójában van tényleg már olyan korosztály, aki már edzésre jön hozzánk. Ezért is van több helyszín, ahol dolgozunk, mindenki a saját közegébe találja meg a számítását. Valaki már edzés jellegű munkát végez, valaki még éppen tanulja a kis alapokat, akár 3-3,5 évesen. A mögöttünk látható kis medence inkább a kiskorosztálynak, ilyen 10 éves korosztályig alkalmas, idősebbeket már el kell vigyük egy másik helyszínre, ahol már komolyabb úszodával rendelkezünk esetleg. A sportokat kérdezted még, 6-8 sportágot meg lehet találni nálunk. Ha itt körbenézzünk, itt az asztali tenisztől kezdve a kosárlabda, a labdarúgáson keresztül, a csocsón keresztül egyébként, nem is tudom, dárc, íjászkodás, röplabda, szóval is sorolhatnám azért. Nyilván, hogyha már a gyermek itt van nálunk egy héten keresztül, nem csak az úszással foglalkozunk, a többi sportággal is foglalkozunk, így van, így van. Pandémia, az elmúlt egy év súlya még mindig érezhető a hétköznapjainkon, ahogy a tábor életében is. Megosztja a szülőket sajnos, azért nem mentelez, hogy is mondjam neked, ez a közel másfél év azért még itt a nyakunkon van, még érezhető, mind a szülőkön, mind rajtunk is egyébként. Azt gondolom, hogy három fajta típusú szülő van, aki gondolkodásban három felé osztotta most az érzelmeit. Az egyik az fél. Ő nem hozza táborba, és nem viszi a gyereket sehova. Valaki abszolút nem foglalkozik vele, nem is igazán érdekli, túl vagyunk rajta, azt gondolja, és már semmilyen hatása nincs. És van a köztes, aki óvatosan bánik vele, és minden szabályt betart. Nyilván nekünk is fel kellett készüljünk a speciális időszakra. Borzasztóan vártuk már, hogy dolgozhassunk, kezdhessünk. Bizonytalanság óriási volt. A legutolsó héten sem volt még biztos benne a május végével, hogy mehetünk, nem mehetünk, milyen kondíciókkal, milyen feltétellel mehetünk. Nyilván betartunk mi is minden szabályt. Az a lehetőségünk az megvan, mi szabadtéren vagyunk 99%-ban. Itt egy picit a jelenlegi szabályozás az lazább.
aki táborosok zártabb helyen táboroznak, hogy sokkal szigorúbb szabályok vannak. Mi egy picit szándékosan is olyan helyszíneket kerestünk az idei nyára, ahol ezt a szabad levegős, szabadtéri, kevesebb szigorral és kevesebb szabályozással működőt megtehetjük. Hál' Istennek volt ilyen lehetőségünk. Úgyhogy mi egy picit könnyebben dolgozunk ezzel. De azért a szülőkön érezzük azért, hogy beteg, nem beteg, köhög, nem köhög, folyik azon, nem folyik az óra, és nekünk is a felelősség óriási egyébként. Ha belegondoltok, itt van most közel 40-50 gyerkőc a nyakamon, elég hozzá egy beteget bekapni, és igazából akkor vége a tábornak. A utómunkát nem ismerem elmondani, mivel jár, amikor ilyenkor ezt a dolgot meg kell ugye szüntetni. Szóval a felelősség óriási. Nagyon bízom benne, hogy viszont látjuk, hogy sok helyen táboroztatnak, nem biztos, hogy megfelelő kondíciókkal, kollégákkal. Én nagyon bízom benne, a szülők okosak, értelmesek, és megnézik, hogy hova adják be a gyerekeiket, és kihez fogják elvinni. Legalábbis reméljük, hogy ez így történik. A gyerekek által Norbi bácsiként ismert elnök hisz abban, hogy a reklám helyett a közösség ereje az, ami eljuttatja a tábor népszerűségét a jelentkezőkhöz. Ugye mi több helyszínen dolgozunk, de a konstrukciója hasonló egy tábor szerkezetnek, és te is jól fogalmaztál, úszó és sporttáborról beszélünk, sok minden más sportágad az úszásra van kihegyezve, ami azt jelenti, hogy egyszer biztosan, de inkább kettőször egy nap ugye úszunk. Augusztus 20-áig tervezzük, hogy dolgozunk, reméljük, hogy lesz is kivel dolgozzunk, legalábbis bízunk benne. Nekünk az Elevenek Sport Egyesületnek nem szokott ez okozni problémát, hosszú éveken át megteltünk és megtelünk. Bízunk benne, az idei nyár is ilyen lesz, úgyhogy még van helyünk is, van lehetőségünk is. Hál' Istennek a szülők keresnek bennünket, hívnak bennünket. Megmondom őszintén, én a reklámba olyan szinten hiszek, a népmesére szoktam mindig fogadkozni, vagy hinni benne. Száról-száról szülő elmondja a másiknak, hogy jól érezte magát, nem érezte jól magát. Ide soha többet nem megyek, ide visszajövök. Én ezt a dolgot hiszem el, én ezzel 25 éve foglalkozom, és ebben bízok, hogy ez így működik. A népmesénél jobb reklám nem kell, azt hiszem, senki számára. A tábor Kisoroszlyban folytatódik ezen a héten. A jelentkezés menetéről és a további információkról az Elevenek Sportegyesületének közösségi oldalán tájékozódhatnak. A Budakalász kézilabda ZRT újabb játékossal erősítette meg felnőtt keretét. Jobb átlövő poszton Sinkovics Benyámin érkezett a csapathoz, aki a 2020-21-es idényben a Ceglédi KKSE csapatát erősítette. Végül a várható időjárásról. Szerdán tűző napsütésre, hőségre készülhetünk 32-38 fokos csúcshőmérséklettel. Csapadék nem várható, a légmozgás a Dunántúlon időnként élénk széllökésekkel járhat. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Megszűnt a kötelező maszkviselés, csak a kórházakban és szociális intézményekben kell szombattól viselni azt. Szent Iván napi koszorúfonást és táncházat tartottak a szervek július 2-án a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. Budakalászon táborozhattak a gyerekek az Elevenek Sportegyesülettel. A nyári úszó és sporttábort az aktuális járványügyi helyzettől függően minden szabályt betartva és betartatva szervezik és tartják meg. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-budakalászon. De ne feledjék, a közösségi oldalakon is elérnek bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!